a felhőtlen öröm pillanatai. Csak úgy, mint tavaly, idén is az MTK Budapest U19-es csapata szerezte meg az aranyérmet, méghozzá nem is akárhogyan, három fordulóval a pontvadászat vége előtt. De ne szaladjunk ennyire előre. U19-es együttesünk úgy vághatott neki a szombati napnak, hogy amennyiben a Puskás Akadémia a 10 órakor kezdődő mérkőzésén nem győz, úgy csapatunk 12 órakor induló találkozóján egy sikerrel bebiztosíthatja újabb bajnoki címét. A felcsutiak végül döntetlent játszottak az Újpest ellen, így fiataljaink előtt ott volt a lehetőség az aranyéremre az Eto ellen összecsapáson. Nagy vonalakban szerintem úgy érzem, hogy domináltunk, nálunk volt végig a labda, mi irányítottuk a játékot, aztán kaptunk egy gólt a semmiből, de igazából nagyon nem idegeskedtem, mondtam is a srácoknak fél időben, hogy ezt simán meg tudják fordítani, és tehát a másik fél időt úgy kezdtük, ahogy igazából kell, rögtön kettőt rúgtunk, igaz 11-esekből, de az mindegy, ezt nem kell megmagyarázni. Mivel április 23-a óta U19-es együttesünk vezetőedzője, Horváth Dávid már első csapatunkat irányítja az élvonalban, így MB3-as alakulatunk asszisztens edzője Balogh Béla ült ezúttal is a kispadon, de természetesen ott volt a lelátón Horváth Dávid is, aki aztán együtt ünnepelhetett sikeres tanítványaival a lefújást követően. Nem voltunk elszentek, tehát azért láttuk az előnyünket a tabellán, amikor átadtuk a csapatot. Most tehát azért bíztunk benne, hogy ezt abszolválni tudja a csapat is és a Béla is. A srácokat nem kellett neki bemutatni, hiszen napi kontaktban van a játékosokkal, tehát pontosan tudta a tudásukat, vagy éppen az állapotukat. Leginkább ilyen apró ilyen részletesség, mint a pontrugások, vagy hogy mi hogy képzeljük el a letámadásunkat, ahogy felkészülünk a heti munkába, azokat ilyen apróságokat kellett, de hát nagy vonalakban már tisztában volt vele. Örülök, hogy ő is megérezte a győzelemézét, illetve hogy be tudtuk venni a buliba. Valóban, tehát ismertem a srácokat, tehát ők is ismertek engem, tudták, hogy körülbelül mit képviselek. Megmondom őszintén, igazából elég gyorsan történtek az események, tehát hogy hívtak, hogy akkor Selei Andris hívott, hogy akkor én leszek az U19-nek a megbízott vezetőedzője. Én igazából örültem neki, mert valóban egy jó csapatot kaptam meg. Dávid nagyon jól összerakta, sikeresek, sikereiesek voltak. Igazából próbáltam elrontani őket, nem sikerült. Sok erősségük van, tehát mind a karakterre, mind a játéktudás egyszerűen annyira jó csapat így összesen, hogy nem is volt kérdés, hogy megnyerik a bajnokságot. Az MTK TV-ben már többször bemutatott Barkóczi Benedek tavasszal U19-es alakulatunk húzó emberévé vált, és ezúttal is biztos lábbal értékesítette az MTK-nak megítélt mindkét büntetőt. Hát a bajnoki cím volt a csapatnak az első számú célja, a egyéni célom pedig a gól királyi cím, illetve hogy a felnőtt csapatban a NB1-be is bemutatkozzak. Hol tartasz az úton? Hát a bajnoki cím megvan, a gól királyi címhez közel járok, és a felnőtt csapathoz is már úgy érzem. Az MTK Budapest U19-es csapata csak úgy, mint tavaly, idén is megszerezte az esélyt, hogy kvalifikáljon az UEFA Ifjúsági Liga 2022-es, 2023-as idényére. Az M4 Sporton látható MTK TV-ben pedig részletesebben is elemezzük az idei évadot.